Pörköltet szeretnénk főzni, és tetszik-e tudni valamit ajánlok nekem? Sertésre ez a marha hús? Sertésre gondolok, igen. Hát, itt a pörkölt húsok skálája, igen, tárgyunk a zár is nagyon befolyásolja, hogy mit szeretnek. Egy mondjuk egy kicsit ragadósabb pörköltet lehet készíteni például körömből, vagy csülökből. Uh-huh. Ez egy jó tartalmas, illetve kellő kötőszövet tartalommal rendelkezik. Illetve, hogyha a kicsit húsosabbat szeretne, akkor... Jó lesz a húsosabb. Húsosabb. Melyik lenne az? Ajánlani a lapockát például. Ez is kiváló pörkölt hús, mert magas és kellő kötőszövet tartalommal rendelkezik. Illetve, ha egy kicsit ínyencet az ember, és igazán finom pörköltet szeretne, akkor esetleg még a tarját is tudom ajánlani. Ugye a tarjáról tudni kell, hogy ez egy univerzális hús, rántani, sütni is alkalmas. Jó lesz nekem a lapocka, jó? Kiváló. Mennyit adhatok? Az a darab, jó lesz. Mérjük már meg, hogy mennyibe fog kerülni nekem. Jó, rendben. Jó lesz, köszönöm szépen, kérem szépen azt is. Akkor szeretnék még kérni egy pár püstök kolbász csemegét. Csemegét. Kisebbet vagy nagyobbat esetleg? Amit tetszik fogni, az jó lesz. Közben hogy kérdezek már olyat, hogy valamilyen allergén anyagot tartalmaz-e a termék? Nem tartalmaz. Köszönöm szépen. Az árát meg tudhatom, hogy mennyibe fog kerülni? 1820 kilója. 1820 kilója. Ez 490 forint. Jó, köszönöm szépen, elvédem azt is. Még valamit esetleg a köszönöm szépen, ennyi elég.